azt mondják, hogy a vízi halolaj, nem, fordítva, akkor csinálják másképp. Miről van szó? Arról lesz szó a most következőkben, hogy a különböző emberek különböző anyagokból vannak olyan szempontból, hogy mondjuk pedig azt mondták, hogy minden élőlénynek az alapvető örökítőanyaga a DNS, és az mindegyik emberben ugyanabbazokból a molekulákból áll, tehát az anyaga teljesen megegyezik minden élőlénybe, emberbe, növénybe, moszatba, egysejtűbe, vírusba, akármibe. Jó, viszont az, hogy mondjuk én egy európai ember vagyok, vagy van egy kínai ember, vagy egy norvég ember, vagy akármilyen másik, például annak az izomzata teljesen más anyagokból épülhet fel. Más molekulákból. Vagy más molekulákból épül fel a bőre, vagy a haja, vagy a mit tudom én, a fogazata, a csontozata, és így tovább. És ezt azzal támasztom alá, hogy gyakorlatilag arról van szó, ugye van, most hozzuk fel a norvégeket, a norvégek ugye halat esznek, és nincs náluk szív- és sírrendszeri betegség, mondjuk. Mi európaiak hiába isszuk csak önmagába a halolajat, mert ugyanazokat a tehát mi más húst teszünk. Tehát a mi testünk ugye más húsból épül fel, abba viselkedik, ahogy viselkedik ez a halolaj, az ő testükben pedig, ami ugye ők halat esznek, nekik a húsuk halhúsból fog felépülni, az ő halhúsból épült testükben másképp fog viselkedni a halolaj nyilvánvalóan, kompatibilisebb lesz, tehát jobb hatásokkal fog működni náluk, mint nálunk európaiaknak, akik disznóhúst, vagy marhahúst teszünk, vagy bármi más húst teszünk. És mi az egésznek a jelentősége, a lényege az az, hogy nincs kedvem most mondani ezeket, tehát arról van szó, hogy aki hülyének néz engem, az a hülye, mert gyakorlatilag akkor is másból áll az ő húsuk, meg a mi húsunk, és ez azért van, mert a szervezetben a szervezetnek a genetikai programja tulajdonképpen abból áll, hogy egy működést sokféle ilyen backup, tehát ilyen másodlagos, harmadlagos, negyedleges, A terv, B terv, C terv, D terv, E terv, F terv, G, X, XY, Z, STB, STB tervekkel tud megoldani. Egy molekulának a létrejöttét, vagy például egy szervnek a létrejöttét, vagy egy energiának a létrejöttét, vagy bármi egyebet. És nem sántít, akárki is azt mondja, hogy sántít, nem sántít a dolog. Tehát az azt akarom ezzel mondani, hogy például a vegetáriánusoknak is ugye a testük felépül bizonyos anyagokból, és azt mondjuk, hogy ők is ugyanolyan emberek, mint mi, de ez nem igaz. Nincsenek olyan adottságaik, olyan képességeik, mint nekünk. Miért? Mert az igaz, hogy a szervezet megpróbálja szintetizálni ugyanazokat az anyagokat más-más forrásokból és más-más módszerekkel, de más-más molekulák szabadulnak fel, még más molekulák képződnek, más balaszt molekulák épülnek be, és így tovább, és így tovább a szervezetbe, és nem csak ezt nézve, hanem egyszerűen más kép fog fönn egy hús darab az ő húsukból, ugye más anyagukból lesz felépítve, mint egy hús darab a mi húsunkból, vagy ugye a izomból, mondjuk ki rendesen. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy vagy ahogy például ott van az embereknek, hogy egyes embereknek például úgy van a szíve, hogy frekvencia, tehát változik a frekvenciája kilégzés és belégzéskor, más embereknek meg ugyanolyan, és akkor azt mondjuk, hogy hát igen, mert egyiknek így, másiknek úgy, nem tudom mi. A lényeg az az, hogy nincs kedvem most, rohadtul nincs kedvem most ezt mondani, na mindegy. Tehát az egészben az a lényeg, hogy az emberek olyan szempontból is különböznek egymásból, hogy bizony más anyagokból épülnek fel. Tehát más anyagokból épülnek fel, tehát, és ez azért van, mert más táplálkoznak. Tehát ne várjuk, hogyha egy más régióból származó embernél működik valamiért, nálunk is működjön, és nem is működik. És ez nagyon jól lehet tudni. Ugye például az angoloknál ugye aztán genetikailag van egy csomó dolog, amit nem tudnak lebontani a gyógyszereket. Nem csak a genetika számít. A genetikai program az egy adott megoldásra nyújtott válasz. De a genetikai program nem csak arra az egy megoldásra nyújt választ, hiszen az angoloknak az ősei nem csak angolok voltak, hanem az összes ősnek a genetikai anyaga ugye bennünk van. Tehát ha másképp élnének az angolok, és másképp táplálkoznának, akkor más táplálkozási kultúrát követnének, akkor jó eséllyel átalakulna a szervezetük, vagy hogyha gyerekkoruktól kezdve már másképp csinálnák, akkor másképp működne a szervezetük, és le tudnák bontani azokat az anyagokat a gyógyszerekben, amit nem tudnak így lebontani. Ez csak egy példa különben. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy gyakorlatilag, és amit mondanak erre, hogy az vagy, amit megeszel, tehát
tényleg így kell elgondolni, hogy hasonlítunk ugyan, meg olyan, mint mondjuk, hogyha úgy veszük, hogy a világegyetemben lévő összes humanoid fajok, hogy nagyon hasonlítanak egymásra, meg hasonlóan gondolkodnak, hasonló módszereik vannak végül is a végkifejletekben, de igazából más anyagokból vannak, és másképp épülnek fel, tehát egyikük megeheti ezt a másikunk, ugye nem eheti meg, és így tovább. Tehát teljesen más egyedekről van szó, tehát nincs olyan, hogy emberi faj, hanem emberi rend, ezt már mondtam én régóta, és már csak azért sem, mert a különböző régiókban ugye már csak azért is másképp, mássá alakulnak az emberek, mert elkezdenek más tenni, és akkor az a más kiinduló anyag, az mássá alakul a szervezetükbe, más stikliket és kunsztokat és műhelytitkokat talál ki az evolúció arra, hogy ezeket megoldja, tehát ugye egy-két generáció alatt teljesen mássá alakulnak. Tehát nem ugyanazok az emberek, tehát így elképzelhető akár vámpírok, boszorkák, gondolatolvasók, parafenomének és bármi mások és farkas emberek létezése is, mert ugye ha bár úgy nézünk ki, hasonlóan nézünk ki, de igazából teljesen más anyagokból épülünk fel, és ezeknek az anyagoknak ugye más-más jellegzetességeik vannak, és más-más adottságokat fognak tulajdonítani az adott egyednek. Tehát az emberi rendben nem csak, hogy emberi rend van és nem faj, és azon belül, az emberi renden belül rengeteg faj, hanem a fajon belül is vannak, tehát külön nem, tehát nem olyan fajon belül kisebb egységek, hanem egy másik nézőpont szerint nem a fajokká különödik el az ember, hanem régiókon élő emberekké, tehát a különböző régiókból, a más-más anyagokból fognak felépülni, és így más-más kalitecka, tehát más-más tulajdonságaik lesznek. Úgyhogy nem csak emberi fajok vannak, hanem ha egyféleképpen nézzük, genetikai örökítést nézzük, akkor fajokká lehet csoportosítani az embereket, az emberek csoportokat. Ha pedig anyag, tehát felépülő anyagból, hogy miből épülnek fel, és így tovább nézzük, akkor pedig tehát anyagi mi voltuk szerint más kép is lehet őket csoportosítani, és kell is, mert ezek teljesen más egyedek, tehát nem lehet ugyanúgy alkalmazni semmit se az egyiken, mint a másikon. STB, STB.